Jó estét kívánok, folytatódik a napi aktuális, vendégeim pedig Nagy Attila Tibor és Nagy Ervin. Szerbusztok, urak! Jó köszönöm, hogy kívánok. Eljöttetek sziasztok. Hozzánk. Sziasztok! Nézőknek ígértem a reklám előtt a témánkat, miszerint a Metropol megkérdezett több jogi szakértőt, akik úgy nyilatkoztak, hogy ez a szórakozó helyen az ominózus telefoneltulajdonítás, dunábadobás, meg még várjuk az újabb videófelvételeket, mi fog kiderülni. Szóval, hogy ezzel a cselekedetével rablás büntettét követte el, ez jogi szakértő vélemény, Magyar Péter, és úgy nyilatkoztak, hogy a rendelkezésre álló adatok, videók és tanúvállomások szerint halmazati büntetésként nem csak a rablás, hanem a garázdaság és a rongálás miatt börtönbüntetés kiszabása valószínűsíthető. Korábban Lomnici Zoltán itt a napi aktuálisban arról beszélt, hogy az uniós mentelmi jog nem védi meg, hogyha börtönbüntetést kap, vagy elítélik bármilyen módon ezért a tettért. Tudta szerintetek valójában Magyar Péter, hogy milyen politikai hatása, következménye lehet annak az estének, eseménynek? Mert amit látunk azóta, a bocsánatkérésen túl nem akar erről kommunikálni. De lehet, itt folyik egy nyomozás, és ennek lehetnek akár BTK-s következményei is. Hát ha valaki sokat iszik egy bulin, akkor iszik, akkor megfeledkezik magáról, és akkor nem biztos, hogy fel tudja pontosan idézni azt, hogy mit csinált. Tehát érdemes egy politikusnak, ha már elmegy bulizni, bár szerintem egy ilyen naggyá vált pártvezetője inkább nem menjen el buliba. Hogyha Magyar Péter nem megy el buliba, most nem lenne semmi probléma. A politikai következménye ennek a dolognak hosszú hónapokra, vagy legalábbis hetekre még eltarthat, hiszen függetlenül attól, hogy mi lesz a büntető eljárással, erre majd még hadd térjek ki röviden, mindenképpen politikailag támadhatóvá vált Magyar Péter, tehát ezért is hibázott. Nem értek egyet ugyanakkor Lomnici Zoltán alkotmányjogász jogi álláspontjával, megnéztem az Európai Parlament eljárásrendjét, illetve a szabályzatot, pártszabálynak is mondhatjuk, és abban egyértelműen szerepel, hogy a mentelmi jog igenis mentesít a büntető eljárás alól, mert azt mondja ez a szabály, hogy a mentelmi jog tulajdonképpen annak a terjedelme megegyezik az adott érintett ország mentelmi jogának a terjedelmével. Tehát magyarul, hogyha miután ő már egy megválasztott EP képviselő, ezért rá ugyanazok a mentelmi szabályok vonatkoznak, mint Magyarországon. Vagyis tettenérés esetét kivéve Magyar Péter ellen csak akkor lehet büntető eljárást indítani, illetve őrizetbe venni, amennyiben az Európai Parlament ehhez hozzájárul. Tehát ez egyértelműen le van írva az Európai Parlament eljárási, illetve működési szabályzatában. Tőle is azt kérdeztem, hogy mi számít, hiszen az európai parlamenti választások után voltunk, a megbízó levelét viszont nem vette át, még benne lehetett elméletben a levegőben, hogy visszalép és mondjuk más feladatra koncentrál. Maga az eset az a két időpont között történt. Igen, de az eljárás még zajlik, tehát ahhoz, hogy egyáltalán vádat emelje, tehát a vádemelés esetén, tehát hogyha most már ugye a központi főügyészség, igen, mindjárt befejezem, csak azért mondom, hogy most már, hogy hivatalosan EP képviselő, most már nem lehet csak úgy őrizetben. Igen, valóban az a menete ennek a eljárásnak, hogy ki kell kérni a mentelmi jogát, de annyiban azért hagyd védjem meg Lomnici Zoltánt, hogy ha kikérik és ezt kiadják, akkor nem véti meg a mentelmi joga. De csak akkor. És itt egy olyan bűncselekmény gyanújáról van szó, amely esetben egyébként, ha megnézed a gyakorlatot, az Európai Parlament eddigi gyakorlatát, azért általában kiadták a mentelmi jogot. Tehát nem egy sértésről, egy véleménycikről, vagy nem egy politikai állásfoglalásról van szó, ahol a mentelmi jognak van értelme, amikor egy politikus olyanokat fogalmaz meg a politikai céljai szerint, amelyek valakiket sérthetnek. Tehát nem rágalmazási ügyről van szó, hanem erőszakos bűncselekményről, és ilyen esetekben, nézzük vissza a gyakorlatot, az Európai Parlament mindig kiadta a mentelmi jogot, ennyiből viszont nem fogja megvédeni, vagy ha megvédi, akkor viszont nagyon rossz bizonyítványt állít ki önmagáról. Ugye kérdés ugye a telefon, ami előkerült,
hogy ez milyen adatokat tartalmaz. Sokan azt mondják, hogy az akár perdöntő is lehet, hogy mennyire lehet visszamenteni az azon lévő adatokat. Ugyanakkor jó néhány videófelvételt láttunk, tanúvállomások születtek az ügyben, és a Metropol több ehhez hasonló esetet is idéz, például 22-ben egy 31 éves férfi Budapesten az egyik villamoson és a megállókban telefonokat lopott emberektől, kicsavarta az emberek kezéből a mobiltelefont, börtönbüntetésre ítélték, és idézik is az ide vonatkozó paragrafust a BTK-ból, 2 és 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, hogyha bebizonyosodik, és valóban ez történt. Valakit 3 nap után elfognak, őrizetbe vesznek. Magyar Pétert miért nem? Azért, csak a mentelmi jog miatt? Igen. Egyelőre ezért, de egyébként, ha Magyar Péter nyilatkozatait nézzük, én nem olvastam, nem hallottam tőle, hogy cáfolta volna ezeket a vádakat. De ezeket a vádakat cáfolta. Nem cáfolta az, hogy elvette volna a telefont, ezt nem cáfolta. Azt nem, de a többire azt mondta, hogy hazugság. És ugye a vád az, hogy rablás, ugye erőszakos fellépés és rablás, ez a vád, és ezt a vádat nem cáfolta. Azt cáfolta, vagy illetve nem is cáfolta, csak egy ilyen alternatív történetet mesélt el, hogy őt provokálták, de magát azt az eseményt, amiről mi most itt beszélünk, és amiről a jogi szakértők szóltak, sőt, amiről a bírói gyakorlat is azt mondja, hogy szigorúbban kell büntetni, pont azért, mert a 2010-es évek környékén ezek elszaporodtak, és a szigorú büntetések egy erős fellépést jelentenek, és azáltal preventív módon megelőzhetik az ilyen erőszakos bűncselekményeket. Ebben az esetben is ez a helyzet, ezt nem cáfolta. Bocsánat, tehát Magyar Péter az egyik Facebook bejegyzésen azért azt is megírta, hogy sok hazugság hangzott el ezzel kapcsolatban. Tény az, hogy pontról pontra aztán nem tért ki a riposzt megállapításaira, de azért nekem úgy tűnt, hogy a felvetett dolgok egy jelentős részét nem ismeri el. Ahhoz, hogy egyébként az esetet teljességgel lehessen rekonstruálni, szerintem további videófelvételekre és tanúvállomásokra van szükség. A megtalált mobiltelefonon lévő esetleges adatok valóban tovább élesíthetik, vagy árnyalhatják a képet, és akkor az ügyészség képes lesz egy tényállás megállapítására. Hadd kapaszkodjak bele abba, amit Ervin mond, mert hogy ha az Európai Parlament tényleg felfüggeszteni majd Magyar Péter mentelmi jogát, ne zárjuk ki valóban ezt a lehetőséget sem. Az igen, vagy nem. Jó, de tegyük fel, hogy felfüggeszti. Az egy új politikai helyzetet is hozza most a jogi helyzeten túl, mert onnantól kezdve ez azt jelenti, hogy Magyar Péter folyamatosan bíróságra, bírósági tárgyalásokra, illetve előzetesen ügyészségi vagy rendőrségi meghallgatásokra kéne menni, és ennek természetesen lehetnek nem pusztán jogi, hanem politikai következménye is, már csak azért is, mert az energia egy részét az ilyen jogi eljárásokkal kéne majd eltölteni, illetve lefedni. Hát egyébként a következmény az szerintem már most megvan, tehát most is erről beszélünk, és Magyar Péter mindent elkövet azért, hogy ilyen rossz helyzetekbe kerüljön, de van még egy opció, Magyar Péter is kérhetné a mentelmi jogának a felfüggesztését, tehát szerintem az lenne az igazán férfias karakter, politikai karakter, hogy magától, most akkor pedig azt mondja, hogy akkor kikérem a mentelmi jogot saját kezdeményezésre, és bebizonyítom, hogy nem mondtak igazat. Hogy nem követtem el bűncselekményt, ha már ezt a karaktert építi a nyilvánosság előtt. Még az ügyészség hivatalosan nem kérte az Európai Parlamenttől, hogy függesszék fel a mentelmi jogot. Tehát még nem nyújtottak be indítványt a mentelmi jog felfüggesztésére. Jó, csak mondom, hogy ő még nem tudja kérni. Magyarországon is számtalan példát lehetne mondani az elmúlt évekből, amikor képviselők kérték saját magukra nézve. De ez akkor volt, amikor ellenük már eljárás indult. Mert a mentelmi jog felfüggesztése akkor tud megtörténni, amikor a hatóság észleli azt, hogy olyan szeméről van szó, akinél eljárási akadály a mentelmi jog.
És akkor ilyenkor lehet valóban azt mondani, hogy beindul az eljárás, és akkor maga az országgyűlési képviselő is azt mondja, hogy igen, egyetértek a mentelmi jogom felfüggesztésére. Attila mondott egy érdekes részt, hogy a politikai következmény mi lehet, és ugye te is, Ervin, úgy fogalmaztál, hogy már most is erről beszélünk, és nem arról, amiről Magyar Péter szeretné, mert mindent elkövet, hogy inkább más dolgokról beszéljünk. Hát azért nehéz elfelejteni azokat a felvételeket, amikor négy kézlábát mászott egy hölgy lába között, pedig nem bűn, tehát bulizni nem bűn, ezt azért hangsúlyozzuk, és ez sem meríti ki a bűn fogalmát, mint büntet, de a megítélését, hogyha nézzük, akkor nagyon sokan megrökönyödtek, és politikai következménye lehet ennek, főleg az olyan Tiszapárt szimpatizánsoknak, akik inkább a konzervatívabbak közé sorolják magukat. Nem bűnbulizni, de hülyesség egy politikus esetében, különösen egy magasrangú politikus esetében, különösen egy olyan politikus esetében, aki Orbán Viktort le akarja váltani. És különösen egy olyan politikus esetében, akivel kapcsolatosan többször megfogalmazódott már, többek közt a volt felesége részéről is, hogy a nőkkel nem teljesen tisztelettel bánni, és akkor nagyon diplomatikusan fogalmaztam, és ezek a képsorok is ezt a karaktert erősítik. Tehát itt ugye egy új szereplőről van szó, azért Magyar Péterről egy éve nem beszéltünk volna ebben a stúdióban. Egy új szereplőnél az, hogy milyen politikai karaktert épít fel, az egy nagyon fontos dolog lehet 2026-ra nézve. És most Magyar Péter mindent megtesz, és valóban ehhez nem kellenek lejárató cikkek, ehhez nem kell az ellenfél, mindent megtesz azért, hogy az ő karaktere ilyen borzalmas módon torzuljon. És ki tudja még, hogy milyen felvételek vannak hátra, amiket még nem is élesített a Fideszhez közeli sajtó. És bár nem ilyen falsúlyú, de azért már láttuk Magyar Péter tüntetésen alkoholt inni, ez sem feltétlenül bűn, de hogyha valaki vezető politikus szeretne lenni, egyébként olvasgatom a kommenteket a posztjai alatt, és nagyon sokan azt mondják, hogy Péter, veled vagyunk, de ezt nem így kellene, óvatosabban, ne adj esélyt arra, hogy ne adj muníciót, hogy támadható legyél. Tehát féltő kommentek vannak, de azért kritikával illetik őt. Persze. Én úgy látom, hogy ez a már volt a tisztelői körében felsziszenés, amikor az előzetes ígéretét megszegve elfogadta az európai parlamenti mandátumát, de azt gondolom, hogy ez a buli sztori, ez a botrány még inkább nagyobb felsziszenést okozott, és hát jó néhányan még a saját hívei körében is helytelenítették azt, ahogy Magyar Péter viselkedett, illetve egyáltalán azt, hogy elment bulizni. Hát meg nagy a kontraszt, tehát azért Magyar Péter már nem Gyurcsányhoz hasonlítja magát, mint 3 hónappal ezelőtt, hanem Orbán Viktorhoz méri magát. És azért óriási a kontraszt, amikor azt látjuk, hogy a magyar miniszterelnök átveszi az Európai Unió soros elnökségét, Zelenszkivel találkozik, aztán az összes állam férfival és összes kormányfővel tárgyal Brüsszelbe, a béke nagyköveteként lép fel, új párcsaládot szervez, miközben Magyar Péterről ezek a hírek vannak. Tehát ez egy akkora kontraszt az emberek szemébe, ami óhatatlanul roncsolni fogja Magyar Péternek ezért a megítélését. Gondolom, ennek is betudható az, hogy Magyar Péter ezt most úgy próbálja ellensúlyozni, hogy programot hirdet, július 6-án tart egy tervek szerint egy nagy beszédet a rendszerváltozásról. Ideje egyébként programot hirdetni, tehát már egy választáson megmérettette magát. De már úgy programot, még nem nagyon tudjuk, hogy mit tervet. Akar. Én úgy értettem, hogy úti tervet hirdet, hogy hogyan lehetne majd leváltani az Orbán kormányt, és ezzel megpróbálhatja ellensúlyozni azokat a botrányos dolgokat, amelyek vele történtek. 2 évig tartó bulival nem lehet leváltani a jelenleg. De ő valószínűleg nem fog még egyszer bulizni. De már legalábbis remélhetőleg Magyar Péter belátta, hogy szigorúan tilos neki bulizni. Nyilvánosan inkább mondjuk, vagy legalábbis hogy nyilvánosan lehet, de nyilvánosan ilyen helyzeteket kell. Bár hozzáteszem, én eleve nem értettem, hogy nem jutott eszébe zárt parti szendezt. Egyébként hozzáteszem, hogy volt erre példa, a finn miniszterelnök asszony volt, aki hasonló helyzetbe keveredett talán 1,5 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, és nemzetközi botrány volt belőle. Nem is élte túl sokáig. Tehát igazság szerint nem ebbe, de ebbe is belebukott, amikor alkalmatlannak nyilván.
nyilvánították a választópolgárok a választásokon. Tehát én azt hiszem, követett el egy másik hibát Magyar Péter ezen kívül, az, hogy amikor ez a kegyelmi időszak megvolt, amikor a kormányellenes külföldről támogatott sajtóit felemelte, és elérte azt az eredményt, amit elért, nem kezdett bele pártépítésbe, és nem hallom, vagy nem látom, nem olvasom, hogy sorra alakulnának meg az alapszervezetek országszerte. A közgyűlésben azzal a 10 emberrel, vagy helyjel, aki bejutott. Ja, igen, mert nekik még majd most kell programot adni, tehát igen, tehát kicsit, mint a fordítva ülne a lovon, hogy előbb volt egy ügy, egy ilyen dekonstruktív gondolat, hogy rendszert váltunk, és utána próbál ehhez valamit hozzáfűzni. De szerintem ez politikai zsákutca, és ez a kegyelmi állapot, hogy azért most még sokan megbocsájtanak neki egy ilyen ügy miatt is, szerintem nem fog sokáig tartani. Urak, folytassuk innen legközelebb. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.